Sziasztok! Sok szeretettel üdvözöllek benneteket! Mai videónkban Léza Shirevel segítségével meg fogom keresgetni az összes létező tokent. És hát gondolom nektek szokásomhoz híven, mire én összegyűjtöm, már megvan. De... ez van. De... au. A lényeg az, hogy sikerült összegyűjtenem a tokeneket, némelyik elég érdekes helyen volt, de halleluja, probléma nélkül, illetve Liza segítségével sikerült hát megtalálnom az összeset. Úgyhogy ha esetleg nektek még van olyan token, amit még nem találtatok meg, akkor a videóban megtaláljátok az összeset, kivéve egy pár Pinta erődi token, de hát azok a legkönnyebbek voltak, amiket én megtaláltam, úgyhogy igazából azokat tényleg mindenki meg tudta találni szerintem. Úgyhogy mulassatok jól a videón, illetve remélem, hogy tudtam nektek segíteni a maradék tokenek megtalálásában. Illetve köszönöm még egyszer Liza Shirevernek, hogy végigmutogatta nekem az összes token lelőhelyet. Szóval jó szórakozást a videóhoz! Az egyik kis izén, ott üldögél szerintem a kerítésen. Azt melyik kerítésen, mert hogy én itt ezen itt a lovammal szembe. Jó. Van itt egy lent, ahol lehet forgászni. Azt tudom. Az is az ül a sziklán. Ha jól rémlik. Hú, mik ez? Ilyenkor ezek van hang, amikor lefényképezem. De itt is van, ezt is meg Mister! kell csinálni, ezt is meg kell. Ezt is meg kell találnom! Hát találjad! Megtaláltam! Úristen! Addig érted, megyek, amíg te fotózod azt a szerencsétlen. Ma megcsináltam, vagyok vissza. Parararapapó. Meg van egy, amivel lent táncolsz, jó. Az első tonk, az első kis sárkány, tonkén, az neked megvan a pintai, nem? Ott a kis kerítésen. Három az kell még, akkor most fölmegyünk a fenség. Megvan a kis cirkusz, horgászos. A fenség, a cirkusz, meg kell az a táncikálós helyen. Nem? Jó. Itt van még egy. Aha. Elvileg ez az a tong, ez az a kis sárkányos figura, amit a kis kezdők láthattak, mert elrontották a játékot, és hát egy spoilereztették maguknak a dolgot. Igen? Ne buborákol, ne igyel buborékos vizet. Nem, mosószer van benne. Virágnál. Itt a fehér kis virágnál, rá kell látnod. Pintára, meg Morlandre, szerintem pont itt a kis kezdőnél. Aha, kis kezdő. Megvan, megtaláltam. Annyira nem kicsi, 19-es. Igen? Meg akkor ugye a cirkuszos. Ja. Csinálok én neked olyan cirkusz mindjárt. Itt van most Pécsen a horror cirkusz amúgy. Biztos érdekes lehet. Tudok. Nem tudnék kivel elmenni. Meg nem tudnék mivel elmenni, tehát a kocsi szervizben van. Na, elromlott az autó? Nem romlott el, csak valami kopog benne. Ja? Hát a sose. A cirkuszon belül van, vagy mellette? Itt, nézd. Itt fent. Aha! A kis cseles banda, hova rakta fő? A kis cseles. Na, és ha minden igaz, is megvan. Ja, ha minden igaz, akkor az első fejezet. És mindjárt kapsz egy beírást, hogy megvan. És hogy vissza kéne menned. Fényképek elkészítve. Azt hiszem megvan az összes fénykép, amikkel vissza kellene térnem Jameshez. Na, melyik ez az Alex nővér? A sárga, igen. Na, hát visszajöttél, befejezted a képes napalbumot tokennel? Na, hadd nézzem. Nocsak, maga a turisztikai miniszter. Még mindig tartod itt a frontot? Hát nem tudod, Pinát polgármesterre mindent kézben tartunk. A hivatalnoki élet illik hozzám. Te is magad módján harcolsz az igazságért, meg én is. Ó, hát mi van itt? Egy album telefonképekkel? Hadd találjam ki. Szuper szaftos zsaroló fotók. Belekukkanthatok? Most nem, Alex. Ez valami különleges. Senkinek nem kell, hogy bántódás essen. Hé, az a sárkány, az nem? Token? Ja, emlékszel rá, ugye? Egyáltalán miért van nálad az a hülye figura? Engedd el, James, bárcsak zsaroló fényképek lettek volna. Akkor legalább a legrosszabb, ami történhet, az, hogy valaki betöri az orrodat a helyet, hogy... Hát tudod mit? Csinálj, amit akarsz. Vannak mások is, akikre oda kell figyelnem. Mi a szar? Az a sárkány tényleg sokat jelent neked, ugye? Köszönöm, hogy kölcsönöltem tokent. Mert te melyikre mentél? Az a sárkány tényleg sokat jelent neked, én arra mentem. És milyen szöveget nyomott?
Valami nagyon cuki. Igen. Akkor Igen. menjek én is rá. Hát mehetsz, hogyha szeretnél. De cuki, cuki Igen, volt. gondolom, tényleg. Hát az aztán nagyon cuki volt. Ugye? Token tényleg nagyon sokat jelent számomra. Valamilyen szinten jó érzés, hogy van valami, amit megosztatok az itteni közösséggel. A jó kis profit a zsebembe, csak szerencsés extra. Mi? Itt a beígért jutalmat, köszönetképp a segítségedért. Hát itt van egy a botin. Pici botin. Az igen! Egy tóken lovagol a tehénnek a fején. Hát ez... Ó, lesz még kis bárányom is. Igen? Na nem van. Igen, nagyon pici. Na erre is van egy. Na. Ting! Ting! Még így csiringel. Csiringelő, száncsengő, száncsengő, csirulni. De ez itt tök cuki. Aranyos kis számokalap. Kis számokalap is van a fején, ha nincs kiégek. Uff! Azt hittem ez a levegőben van. Nem a levelem. Levelem van. Igen. De úgy bírom, már lerakják a kis sárkányt ide a kis cuki kis növényzetbe, azt akkor a lovagnak a kis popsia meglátszik a képen. Igen, tényleg. Nem, majd körbevágja. Nem fogja. Nem? Nem. Nem ó, de jó, itt se lehet átmenni ezeken a hülyeségeken, te. Csak hogy bejut magad, tudod. Cefre! Itt a cefre. Lesz hát belőle pálig. Á, itt van. Én nem is tudtam alkoholmentes sört inni. Nem szeretem a sört csomagát. Hát a Summersby is amúgy egy sörnek minősül. Hát annak minősül, de az nem tudom, valamiért finom. Nekem... De mindegy, hát mert gyümölcsös. Na, de megvan. Megvan. És akkor a következő itt a nyugis kihívás. Nem van, és ez itt cuki, rajta van egy kis bárányon. Hallod, befagyott a játék. Egy másodpercre, hogy lefényképeztem. Á, megvan. Ó, jól tudok navigálni. A következő meg itt kívül, a lovaglóan ide kívül. Na, nem mond. Jobbra vagy nem balra? Tudom, melyik... Igen. Na, itt van. Megvan. Jó. Várja. A börtön. Itt van-e? Mondtam. Soha nem sűnt be a nap. Csak a nem szomorú. Ja. És nem tudom a szöveget, de amúgy amiről mindegyikből csak az eleje marad meg. Kivéve egy zenéből. Egy alvafa, kettő, kék. Na mi jön még? Itt van-e? Ez az? Most is belangolt, hát mi a szar? Ah! Nem tudok megállni, de mégis. Nem is baj, megfogtad. Jaj, az volt a lényeg. Á, azt itt van a létrán, ne? Ja, jó, akkor azt hittem a hátsó létrán van. Ja, mi van? Ja, ott van egy hátsó létre, tényleg. Itt van, Az, ezt kerestük amúgy körülbelül fél óráig a klubban. Nem tudtuk, merre van. Lesz nálad menet? Ott van-e? Ott. Gyere ide! Ugye becsúszok a gyere vízbe. Ide. itt van egy. Adom. Na, akkor jó. Ez is megvan. És még egy kell. Itt. Áj, itt van! Ez az! Lehet vissza Jameshez! Na jó, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! De egyszerre volt! Na nézzük! Nézzük! Már vissza is tértél, nézzük most mi volt csináltatok tokennel. Ó, ez nem a szilvergrill lovas, köszönöm, mindig arról álmodasz, hogy ott edzek, de elég félelmetesnek tűnik, ahogy token ott pózol, sokkal hívogatóbbnak tűnik. Kölcsön kérhetem, token bla 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 bla. Tűnbe keményi. Hát. Csak nézd meg ezeket az embereket, mennyire elbűvölte őket token. Tudod, mint szerintem könyvet kéne kiadnunk token utazásairól. Hát hogy ne? Token úr a városba. De még több képet akarnak látni. Token Jorviki túrája. Bla 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 bla. Nem érdek meg a nagyvárosoktól. Plüss sárkány kapucsinóval most tényleg? Ha erre rámegyek.
Közösségi média nagyon népszerű, majd meglátod. Akkor megállapodtunk, elviszed Tokent egy városi útra. Ennyi? Azt hittem, hogy gyorsan lerendezte. Gyorsan lerendezett. Na, akkor menjünk. A Lószeppel most nem van. Itt bent egy... De amúgy ez egy mesegyén hátán van itt, mert... Ja, hát ne hova raknák, ja. Hová raknák máshová. Most megyünk fel oda a lila üzlethez, tudod, ahol a jelmezeket vetted, a jó kis halasúkivetnek minden. Ezt a... Itt van egy, milyen tuki kalapja van! Na, hová tényleg itt meg tudom venni a izét, nem azt a tollat, azt a vöröset. Hogy az itt elvileg? Elvileg meg tudod venni. De, hát jó, meg tudom. 09-12-17-42-10-24. Ja, oké, okay. Nekem ilyen számokat írt ki jelenleg a telefonom. Ez kiírja, hogy a tárgy már az enyém? De durva. Igen. Kiírja, még azt is kiírja, hogyha már mondjuk rajtad van. És akkor... Igen. Vagy nem, akkor szoktak kiírni, hogyha nincs nálad a tárgy, hogyha nálad van. Mondjuk az a, mit tudom én, fejre való masni, a kantára való masni, akkor szerintem nem írja ki. Itt volt még egy, azt szerintem már felvetted, itt tennél a nem, kis kastélynál. Nem, vettem fel, itt van. Jó. Igen. Akkor szerintem utána ennyi van az üzletben. Ó, de jó, az föl kell menni a lépcsőn. Ki volt az a barom, aki kitalálta, hogy miért nem tud ugrani a karakterünk, engem ez is idegesít nagyon. Amúgy engem igen, ezt akartam mondani, engem is idegesít, hogy nem tud a karakterünk ugrani. Ez olyan hülyeség. Ja. Úgy állít ez a pantomimes, mint a feszület. Na most már ül, és eszik. És éhes vagyok én is. Ott van egy! Ezt akartam mondani. Oh, ja, amúgy hallom meg ezelőtt a emberke előtt, és akkor kapsz egy ilyen kis kupát. Kupát? Mi az is feladat? Aha. Ha meghajolt. Hajolj meg. Teljesen kellő tisztelet. De miért előtte kell meghajolnom? Mert öreg? Mert ő Aiden. A Isten, a mindenható. És azért. Igen. Aha. És mivel máshol nem tudsz meghajolni előtt egy... Igen, ezt akartam mondani, ott a másik. De jó. Meg itt is van még egy majd, a széknél. Miért menő az, hogy lefényképezem egy alvó ember mellett amúgy? Mert ugyanolyan kalapot volt, ha jól láttam. Hát én azt értem, de... Kell itt még is van egy székben. Na, aggódjál, még nem fejeztük be. Az egyik székben van. Azt, amit a kukás szék. Betettek egy kis sárkányt egy kis bűzölgő kuka mellé, ez olyan gáz. Igen. Látod a fényt? Úristen, az alagút végén látom a fényt. Kilukasztották az a szarvai a izét. Igen. Látod, nem tiszteli az anyagot. A varrott anyagot. Van egy. Veszel neki levendulát. Vettem neki levendulát, igen. Na, itt is de van. De szereted is megépe. Igen. Pontosan így van. Most leves illatot értek? Pontosan. Amúgy abban az irodában be tudtál jutni, mert ott is egyszer van csillag. Egyszer bementem már, de nem szedtem össze aztán. Igen. Na, de nem lehet bemenni így. Be kell bagulni. Hát bemenni nem lehet, de kinyitja az ajtót és akkor kidobja opa, a csillagot. Az igen, ez aztán a menő sárkány. Mivel nem volt pénz tetőre. Ó, de hogy utána meg csöves sárkánynak megy át, mert figyeld meg mit húz a fejére. Csöves sapkát. Nem. Úgy jelzött. Nehhhh! Akkor az nem csöves sárkány, hanem izés. Munkás sárkány. Bója. Bója. Itt van, itt van! Ó, yeah! Remélem benne vagyok a képedben. Nem. Coffee light! Coffee light! Menü. Igen? Itt vagyok, neked balra. Mert nem tudom forgatni most, nem tudtam forgatni. Neked balra. Á, itt van! Puting! Ja. Itt van egy. Á, látom! Tudom, igen. Na itt volt pont mellett, itt jött pont mögötte a pillangó, azt hittem, hogy ezért csóhálja a farkáltatóként. Boldog annak, hogy tényleg olyan volt!
Olyan volt, mint hogy a farka vége lett volna egy olyan, nem szárny, nem is tudom minek mondjam, mint fogatlannak. Ja, mi az? Hártya. Igen, hártya. Hártya. De jó, hogy nekem külön is elküldi az értesítést, hogy feltöltötted. Ugye? Igen. Csillogott van-e? Különös napsütésben. Szirén! Szirén! Énekem már! Elkábítom! Vagy nem tudom, hogy az beugrok! Beugrok! Beugrottam! Gyere ide! Gyerünk! Schumacher! Gyerünk! Ezek a birkák amúgy nagyon népszerűek, úgy tűnik most. Lenne a Volga mentén. Élt egy kislány kattyusáján neve. Kinn a fronton harcol a szerelme. Érte könnyes mind a két szem. Ott maradt a kör! Igen. Addig várom, hogy legyen Halloween a játékban. Ma megint beszart ez a hülyeség. Amúgy kíváncsi vagyok, hogy most előrukkolnak-e valamivel. Látom! Ott csillog bent a Death Snow mellett. Death Snow. Pedig két éve játszok, és ilyenekről maradok le. Hát igen. Aha. Ott van! Hol? Ja? Ja, hogy itt vagy mögöttem, jó? Kész! Na, no, aha. Na. Anya és fia. Kész az album, azonnal is küldöm ezeket a kiadónak. Mit hallok erről a kiadóról? Anya, mit kere? Az én okos kicsi fiam, hát nézzenek rá. Csak most kezdi a középiskolát, és már is könyvszerződése van. Ha ilyen ütemben haladsz, milliómos lesz. Hogy néz ki az a nő? És mi az? Az egy tök a hasánál? Mi a szar? Spoiler, jön a Halloween. Még érettségi előtt. Mindig is tudtam, hogy te leszel az a Cloud Mill, aki elér valamit az életbe. Ha pénzre van szükséged... Nem, bocsánat James, rosszul jött ki. Szeretem a nővéredet, és még azok a hülye bátyáid is elég jól elboldogulnak. Mindazok ellenére, amit tettem. Jaj, ne mondd ezt olyan. Nem vagyok kíváncsi a családi történetre. A család nem egyszerű. Hát ja, de muszáj mindig ilyen nehéznek lennie. Köszönöm, hogy segítettél. Valaki belepukizott a mikrofonba. Szerintem James volt az amúgy. Most meg csak a kiadó válaszol. Most pedig a széken volt olyan hangos. Lehet. A kis Tolkien a leghíresebb jorviki sárkány lesz. Ennyi? És igen, és itt lezárult az egész. Én meg abban reménykedtem, hogy megkapom azt a püssállatot. James pótpólója. Szóval ja, azt hitted, hogy nyeregtáskában megkapod? Igen. Úgy örültem volna neki. De amúgy a pólója jó, mert max pontot ad. Igen? Itt van nálam. Szeretem használni. Jó, helyen. Meg a karaktereknek van benne idoma. Igen? Aha. A többinek is. Várjál. A többibe is. Nem mindegyikben, ebben nagyobb. Igen? Igen. Te azt nézed? Egyikben nagyobb a csecse? Igen, azt nézed, tudod, az a lényeg. Nem a méret a lényeg, mi? Ennyit erre. Nem a méret a lényeg? Ó, de hogy nem? A méret is számít. Ó, nekem még ez is megvan. Aha, nekem is megvan, csak azt nem hordom, mert nem használom.